A sereghajtó MAVC ellen idegenben lépett pályára az atomerőmű ESE kosárlabda csapata a hétvégén a 30. fordulóban. A paksiak mindhárom eddigi mérkőzésüket megnyerték a budapestiek ellen, így bár a sérült Taylor Bertel nélkül, de megfelelő önbizalommal játszhattak a Gabányi sportcsarnokban. A meccset a hazaiak kezdték jobban, 12-4-re megléptek, majd Gilbert vezérletével 18-17-re megfordította az állást az ASE. A piros-kék előny tiszavirág életű volt, a hajrában jobban koncentrált a MAVC, így 23-18-ra megnyerte az első 10 percet. A folytatásban fokozatosan növelte a differenciát Garai Péter együttese. A legnagyobb különbség a negyed derekán volt, ekkor 42-25-öt mutatott a tábla. A Csipke Rózsika álmából lassan ébredő piros-kékek a félidőre lefelezték a hátrányt, köszönhetően Szamenasz, Kovács Ákos és Tájbi találatainak. A nagyszünetben 44-37 volt az eredmény. A fordulás után 16-2-es rohanást mutatott be a Paks, a hazai tréner időkérésekkel próbálta megállítani az atomosokat. Kovács, Szamenasz és Gilbert voltak ekkor az ASEK kosár felelősei, és a védekezés is remekül működött. 30 perc után 55-59 volt az állás. A hajrában tartotta párpontos előnyét Teo Csizmics alakulata, a végjátékban aztán 3 piros-kék tripla válasz nélkül maradt, így vendégsiker született. A végeredmény MAVC atomerőmű ESE 67-74. Győzelmével az utolsó két fordulótól függetlenül a Paks a 16-17-es szezon 11. helyén végzett. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, 15 ponttal elmentünk. Ott úgy éreztem, hogy megijedtünk mi is. Játékot segítő közreműködék is többen megijedtek. Lett volna lehetőségünk növelni ezt. Ott van egy ilyen pszichikai dolog, hogy ilyenkor egy átgondolják a közreműködők, hogy hát ez így nem lehet, és ott minket megfogott egy-két ítélet. Azt gondolom, hogy a Paks egy nagyon jó állomány, nagyon jó csapat, tudott vele élni. Szorosra tudták hozni a mérkőzést, és onnan már rutinból le tudták hozni a mérkőzést. Ott már mi elfáradtunk, rosszul reagáltunk a dolgokra. Nagyon nehéz kis csapatként ellépni egy ilyen nagy csapattól sok ponttal. Több körülménye is van, ugye ebben rengeteg saját hibánk van, és egyéb más okok is. Pénz beszél, kutya ugat. Nagyon fontos volt ez a mai győzelem, ami megmutatta, hogy van tartás és van karaktere a csapatnak. Idegenben mindig nagyon nehéz mérkőzést nyerni. Ezt mi az idén már többször is bebizonyítottuk, hogy nekünk ez sikerült. Nem volt ez egy túlságosan sikeres szezon, de nekem, mint edzőnek, ez nagyon fontos minden egyes ilyen győzelem. Which is especially for me.